Ok. Megvagy? És négyzeted is? Hát akkor légy olyan kedves. Még nem, most kezdtem el a streamet is, úgyhogy fejeld meg a kis négyzetedet. Na, hát... köszöntünk minden kedves nézőt itt ezen a csodálatos vasárnap estén. A CRS... hát fogalmazhatunk úgy is, hogy főpróbájához érkeztünk, hiszen az utolsó előszezoni futamot rendezzük itt meg az F1 2022-es játékkal, majd azt mondtam, hogy 21-je. Szóval a 22-es játékkal az utolsó... tesztfutamot rendezzük meg, hiszen ugye már jövő héten már élesben fogjunk majd ezt a játékot elővenni Bahreinben. Sancho vagyok, és egy eléggé érdekes megoldással, de Tutu is itt van velem. Én is üdvözlök minden kedves nézőt. És hát Pisti be is kezdett egy 42-7-es körrel, ami egy igazán erős kör. Aranyosan. Így adva rögtön fél másodpercet a komplett mezőnynek egyelőre. De hát azért vannak itt még igazán gyors pilóták, úgyhogy nem féltem én a többieket sem. Így van, hiszen egész erős mezőny gyűlt itt mára össze 19 emberrel, és remélhetőleg Vince is majd föl fogva tudni csatlakozni. Amint a rendszer is úgy akarja majd. Tudom, majd egy ilyen nyugisabb dologban majd hátra tudok neki egy invet küldeni. Szóval egész jó mezőn gyűlt itt mára össze. Tutu kilőtte a ventilátort ott a háttérben. És közben Rokori fejezte be a körét egy 44 héttel. Igen, az a Rokori, aki korábban is versenyzett itt. És hát egyelőre azért vannak ezek a 44-es körök, ezek ilyen bemelegítő körök, főleg egy aligásoktól azért egészen biztos vagyok benne. Így van. Ott van azért Ákos, aki mindenképpen szerintem megfoghatja Pistit. De Glóriék is, Neóék is. Tehát, hogy azért itt nagyon gyors pilótákról van szó. Pedig gyorsan megpróbálok még egy invet küldeni Vincének. Jó, aztán én utána szeretnék a közvetítéssel foglalkozni. Szóval most házsomborom van a kamera.
aki hát elég erősen bekezdett az előző szezonban a B-ligában. És ez hát a ligás helyet érdemelt, hogy egy aligás helyet jelentett neki itt az Alpinban. Most Zetivel ki is bérelték a hát kék rózsaszín járgányt. És jön is Zsombor. Szerintem ez is egy ilyen 40... 43-9, hatodik egyelőre Zsombor. És Maffia bosszún érkezett be mögé. A hetedik helyre. És itt hátul nézegetek körbe, és itt jönnek Pézolika például. A 14. helyre jön föl 46-1-es körrel. Ugye, ahogyan azt már megszokhatták, kedves nézők, ugye vegyes mezőnnyel vagyunk kint, minden egyes tesztfutamon. És ez ma sincsen másképp. Vannak az A-ligából is versenyzők, a B divízióból is, illetve a C osztályból is, például Pézolika is ide tartozik. Faló pedig írja, hogy ok, hajrá Zoltán, szia Faló. Én pedig itt vadászok embere, hát például VSR Rákos, aki megnyerte az olasz tesztfutamot két nappal ezelőtt. Nem tudom, Tutu. Te így más, hogy is mondjam, kontextusból követve az eseményeket, illetve más platformról követve az eseményeket. Mit vársz majd így ettől a szezontól? Hát nem tudom, én akit így nagyon kinéztem, hogy őszinte legyek, két ember, az Ákos és a Pisti. Én őket azt látom, hogy ő nekik brutálisan erős a tempójuk. Tehát ez a 42-7-es kör, amit most is futott Pisti elsőre, ez azért nagyon-nagyon komoly, és én szerintem Ákos is fog tudni ilyen kört, és ők ketten, ők mindig ilyen századokra vannak egymástól, tehát nagyon-nagyon erős az ő kettejük tempója, de nem beszélve Neóról, és még nagyon sok mindenkiről, szerintem most ez az A-liga, ez minden eddigi legerősebb A-liga lett szerintem az idei, hogy lesz pontosabban. És hát én azért nagyon reménykedek abban, hogy majd fogok tudni harcolni a bajnokságért, de hát ez rettenetesen nehéz lesz, mert nagyon-nagyon erős lesz ez az A-liga. És szerintem akár 3-4 tizeden belül is lehet majd az egész mezőny, mondjuk egy időmérőn is. És azért te is ott vagy most már ilyen friss húsként ott az A-ligás mezőnyben így. Hát igen. Bizony. Hát én már nagyon várom. Én nagyon-nagyon. És ugye először legyen crossplay. Így van. Így tehát... Van. Igen, azért sok minden múlik a... Mindennek ez az Zé. Alapja. Igen. Igen, közben B. Peti várad. Ki? Ó, B. Peti. Jaj. Következő történt, B. Peti vissza akart hajtani a boxba. Ja, közel volt a fal. Így van. Úgyhogy... Ó, és hát nincs ghosting. Az ott most gond. És az nincs. Ottani háznak. Igen. Nem tudom, ki szerintem nem Burgir, hanem... Ház? Az akkor Rokori lesz. Az Rokori volt, igen. Jó, most már eltűnt. Igen. Közben, addig én is itt körbenézek, vagy esetleg Tozsi is közben eldobtam. Egyébként... Adminátor van javítókörön, de mire ezt kimondtam, addigra elvette adminátornak, úgyhogy itt Geri fejezte be a körét. Pisti 42-5. Igen. Az alakulós. Igen. Igen, Pisti alakul. Igen, az alakul. És ott van, erről szépen beszéltem. Lassan. Ákos két tizedre van Pistitől, tehát igen. Hogy ők nagyon... Van. Én mentem a liga futamon itt 42-4-es kört egyébként az időmérőn, úgyhogy az is egy tizedre van csak. Úgyhogy azért mondom, az nagyon-nagyon durva lesz így, hogyha az egész szezonban így fog menni. Szerintem nagyon durva igen, csaták Zeti van lesznek. Jó köröm. Közben Zeti feljön a hetedik helyre. Igen, Zeti egyébként nagyon jól ment Olaszországba.
időmérőn, ha jól tudom. Így van. De pedig itt nézd, hogy esetleg kik vannak. Neo? Javítókörön rendelvette, nem rende, nem. Vincipó is, Pisti, Ákos is. Neo az, aki... Lálás is, Burgir. Aki a B-ligában lesz egy eurós versenyző majd. Lálásba kapott helyet mára. Ő fejezi be most itt a második szektort, és 4 tizedes javításban van magához képest, hoppá. Az a 4 tized, az hát a 12. helyre lesz elegendő. Úgy néz ki, Guyana környékére. Tizenkettedik helyre, így van, még majdnem Rokori is meglett neki. Az azért szép. Én most így a beugrósok tesztelek most a házoknak. Hát olyan ötödik, hatodik helyre azért én várom még oda a rendét. Rendét? Hát rende egyelőre a boxban vár. És a boxban egyelőre üldögél. És Principót nézem, aki... Hát most vagy... Hát ez nem, ez lag Principónál. Nem tudom, hogy te esetleg mit látsz. A hát, Migrating hát Host. Oha. Geri left. De nem is Geri volt a host. Nem, de Balázs is left. Hűha. Hűha, itt valami Pisti történik. Is. Jajaj. Valami történik. Igen, most itt de meg három emberen is azt mondta, hogy visszállt. Legalább. Viszont Principó nagyon-nagyon laggol. Hát ezt mondom. Ez így nem jó. Na, doktor úr. Nem volt körön? Nem, most én visszaraktam Principóra, mert most ő volt köröm. Ja, az igaz. De jön vissza a boxba a kis 69-es számú alfájával. Még valakit ledobott? Igen. Igen. Pézolika, Burgir, nagyszerű. Most mindenki néha a boxba. Ezt itt most nem értem, mi történik. Most vagy az ezt emberek lépnek ki. De nem, biztos, hogy biztos, nem. Biztos, hogy nem. Ennyi... Biztos, hogy nem. Ez biztos, hogy ledobja őket. Tozsi is. Miért lépnének ki? Persze. Ez biztos, hogy a szétesik. Hát igen. Hát igen, ebből csúnyán új lobby lesz szerintem. Adminátor is left. Ákos is left. Teljesen meghalt a lobby. Csak most igen. Tehát most ilyenkor mit csináljunk? Hogy ugye 2 perc 35 másodperc van vissza az időmérőből. Hát, jó a játék.
Én se terveztem ezért, új kvalit. Hagyjál! Maffia van közben gyorskerem. De bocsánat, csak én is itt szervezési munkálatokban tevékenykedek. Mégis Maffia Boss Hun kezdte meg a mért körét. És hát igen, az egy jó új lobby lesz. Egyébként. Igen. Szóval futamra új lobby. És hát újra kell lesz szerkeszteni. Mert ez... attól számoljuk, amit ő kidobta a posztot, meg még 8 embert. Micsoda? Az jogos. Jogos. Egyébként ez azért gáz így, mert most mint tudom én, Mafia bejön egy top 5-re, a többiek nem tudnak ellene mit csinálni, mert hogy nincsenek benne lobbyban. Hát, de nem ez lesz a sorrend. Tehát az lesz, tehát most úgy néz ki, hogy az lesz a sorrend, amikor az első etap embert kidobta. Tehát Pistiéket kidobta. Tehát itt Mafia igazából nyugodt szívvel el is veheti Rokori szintú, meg itt Archelóék, meg mindenki, aki itt hátrébb van. Tehát nem tudom, hogy esetleg ki hallja a streamet, ki nem hallja a streamet. Mafia viszont jó körön van, ez akár egy top 4 hát is lehet. Hát örülök top neki. 4, top 5. Azért szép jó körön van. B-ligás létére az. De oda nem, nézze Mafia... meg. Azt a mindenit. Igen. Jó, úgyhogy most itt én is itt... aranyosan hányadik perctől kezdtél kidobálni? Mert én akkor csinálok is egy screenshotot. Vagy mindjárt megnézem, úgyis itt vagyok. Már azt mondja, hogy itt még voltak. Negyedik perc. Ja, itt Principal elkezdett laggolni. Igen. Ja, és itt a migrét. De nem onnan, nem Principótól kell. Ja, nem. Tehát nem a... De mert itt dobta ki először a kis Gerit. Igen, hát amikor Geriéket ledobta. Így igen, van. Igen, igen. Akkor Gerit, sorrend. Balást... Akkor azt küld már be léci közös programokba. Igenis. Nem is ki nagyon, kiteszem így nagyban. Így van. És akkor mehet. Így van. Így van, és... De nem annyira jó az a játék. Ja, hát a multiszerverek... Tehát... Hogy úgy megyem, nem mettek jobban. Rosszabbak. Nem tudom, így olyan, mint hogyha visszafelé fejlődnénk. Multiszerverek kapcsán. Na, és vicce is benn van. Na, jól van. Egyébként... Na, beküldtem közös programokba. Egyébként. De behagyhatod nyugodtan. Ja. Ezt mondjuk jó ötlet volt. Igen, szóval most tehát a rajtsorrend a következő lesz. Pisti, Ákos, Glóri, Neo, Balázs, Adminátor, Zeti, Házsombor, Mafia Bosshun, Tozsi, Rokori, Burgir, Gajanaj, Geri, Archelo, Pézolika, Bépeti, Rende, Principó és Vince. Ez lesz tehát a sorrend. Még azt nézem, hogy esetleg még ki nincsen bent. Hogy... Két merci. Egyébként én azt is el tudom képzelni, hogy... amiatt is szét tud esni a lobby. Hogyha például ennyire raggolnak az emberek, én tényleg... Hát biztos. Nem okolom senkit, tényleg. Biztos. De valószínűleg emiatt is, mert hogy egy ember laggol, akkor... Szerintem az is... Hát ez szét. Hát ez szét nyom. Rakja igen, az egészet. Hát, igen, 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 igen. Én azért nem okolok senkit, mert tényleg
Most ő se tehet róla, szerencsétlen, hogy laggol. De... Persze. De akkor is, igen. Szerintem ez is benne van. Annyira jó ez a játék. Közben én is itt próbálok. Küldeni inveket, meg segíteni az Ajaj. embereket. Zoli azt írja, hogy Mi a baj? fajlett hogy join the session. Jaj, ne vár. Úgyhogy ez... Pisti ahhoz, ugye? Igen. Jó, hát addig... szünet miatt elnézést kérünk. De hát... most per pillanat sajnos azzal, hogy a játék olyan, amilyen, hát sajnos, nem tudunk mit kezdeni. Így van. És én nagyon-nagyon remélem azt, hogy ha nem is a jövő hétre, hiszen ugye jövő héten Bahreinben elkezdődik a 7. szezon. Remélhetőleg ezeket ki fogják hamarosan javítani, mert ez így tényleg... hát játszhatatlan, az az igazság sajnos, és ezt ki kell mondani, és én nem szeretnék vészmadárkodni. Ennek sajnos az lesz a vége, mint ami volt tavaly is. Én egyébként hallottam egy dolgot, aztán vagy igaz, vagy nem, és senki nem erősítette meg, még nem is cáfolta, aki olyan hivatalos ember, úgymond. Hogy elvileg ugye, amikor jön az update, augusztus végén, amikor jön a crossplay, igen. Akkor elvileg a multis szervereket is azzal együtt javítják. Tehát ahogy jön a crossplay, elvileg lesz egy update, és azzal elvileg javítják a multilobbikat, meg mindenféle ilyen bugokat. Na most hát ez vagy igaz, vagy nem. Mert ugye hát ezt egy ember leírta, és ugye hát ezt senki IS vagy Codemasters és ilyen ember nem erősítette meg. Tehát ugye. Úgyhogy én ezt hallottam, aztán vagy igaz, vagy nem. Így van. Még Maffiára várunk egyébként. Igen, ő írta, hogy... Fajlett a join. Tudom, addig itt... Itt vannak a cseten, beszélgessünk. Igen? Ja, jönnek. Ja, tényleg, így van. Írjatok, kérdezzetek, hallgatok. Igen, berandomkodott ide. Meghívás játékba. Hát ja, nekem is van ilyen gombocska, csak hát sajnos nem elérhet. Szomorú. De legalább egy jó jel, hogy legalább az ikon megvan, csak hát... Legalább. Igen, tehát...
Ja, igen. Nyomjad. Igen, CR-es tutómester kommentáción. Így van. Beni, 86 Magyarország. Van itt a cseten. Így van. Na, Pisti beküldte a sorrendet is. Igen. Bocsik. Össze kéne fésülni a... Bocsik, nekem meg neten nem nyitja meg sajnos a netes messenger, mert ilyen jó az is. Jó, és Zoli is megérkezett. Mindeközben. Na, csodálatos. Szerintem Zoli is bekerült a kis helyére. És akkor... hát talán elindul. Bevilány. A futam. Úgyhogy tényleg elnézést kérünk itt a szünetér. Így van, mehet. Na. Huszonkét kör. Most ez sprint futam nélküli futam lesz. Most azonnal megyünk a főfutamra. Itt végül is az IRL F1-ben sem volt sprint futam, úgyhogy ilyen szempontból realisztikusak vagyunk. be kell írni Messenger csevegőre, csupán nagy betűvel, hogy setup. Így van. Aki hallja, setupot állítson. Így van. De aki... hallja. Jó, ez... jó lesz. jó van. Jó van. Jó lesz. Meg lesz. Meg lesz. Jaj, de jó lesz ez a szezon. Alig várom. Szerintem menjünk vissza mondjuk a 18-as játékra. Körülbelül. Az még egész játszható volt. Jaj. Aszta. Aszta. Neked tök más, hogy amikor itt most meg kellett nyomni egy gombot, neked tök más, hogy tűnik el, mint nekem. Hát nem tudom, hogy PC hogy tűnik el. Hát ott így az egész így befeketeledik és átdobja. Nekem van ilyen F. Csak beszeretnék lépni most már, játszani. Vagyis közvetíteni pontosabban. De remélem még bevág még háromszor izét. Reddit. Meg mindent. Ne, úgy néz ki, hogy érkezem. Igen, talán. Joining session. És talán nem maradunk le a rajtról. Nem. Nem. Nem, így van. Működik, működik. Stabil. Munkodj! Nagyon stabil. Csak kár. Magyar forint. Hát... hát ezt nem mondanám stabilnak. Hát azért mondom. Négyzetedet visszanyomtad? Így van. Eddig is be... vagy... eddig is be volt. Most is van. De nyomok egy kibét, hát ha véletlenül. Most már biztos jó.
Azért chaten szóljatok, hogyha tutut nem halljuk. De ha halljuk, tutut nem most már néztem a halljátok. streambe. Na, Tökéletes. de akkor is eddig is itt nézzünk Race Directort, így a Mafia is bekerült a 9. helyre. Tehát akkor még egyszer a rajt sorrend. Pisti, Ákos, Glóri, Neo, Balázs, Adminátor, Zeti, Házsombor, Mafia Bosszún, Tozsi, Rokori, Burgir, Gajanáj, Geri, Arcello, Pézolika, Bépeti, Rende, Principó és Vince. A sorrend. Bépeti aranyosod a 17. helyről. Ő úgy döntött, hogy ő a lágykeveréket szeret, hogy ő a lágykeveréket preferálja, és ő a lágykeverékről szeretne elrajtolni. Egyébként... Reméljük, hogy meg is sikerülni is fog ez a rajt. És nem fogja még a játék még egyszer elhányni magát. Egyébként ez nem egy rossz taktika egyébként, a softal indulás. Igen, Milán lenni volt az mexikói tesztfutamon, hogy ő is elrajtolt a lágyakon, és hát aranyosan hátulról a világ végéről megérkezett, csak tényleg az volt a hátrány, hogy így körülbelül a negyedik körbe elfogyottak a gumiai. Na de, Pisti, és az első 12 a kemény keveréken kezdi meg a futamot, hiszen most már nincsen az a szabály, hogy a Q2-es, tehát hogy a top 10-nek arról a gumiról kell rajtolnia, amin ugye teljesítették a körüket, ugye short quali-ról lévén szó, hiszen most már tényleg mindenki szabadon választhat friss gumikat, és az első 10 így is döntött, és az első 12 így döntött. Aztán Gajanáj, Geri, Arcello és Pézolika a médiumokat választotta, Bépeti egyedül a lágyakat, aranyos. És Rende, Principó és Vince azok, akik a szint ugye kemény keveréken rajtolnak majd el. Hát igen, ez a kemény keverék plusz random hideg gumi, ez gyönyörű lesz. Tehát melegítik is itt elől. Mondjuk fiatalok. Igazából, nem tudom, de legalábbis PC-n úgy van, hogy hiába melegítik meg, felállnak a rajtra, és onnantól ugyanúgy visszahűl. Úgyhogy nálunk... Burgir! Nálunk Burgir ezért is nem volt egyébként felvezetőkör, és Rokori... Ja nem, az Burgir, oké. Okay. Burgir. Nem, hát ugye múlt héten nálunk sem volt. Csak tényleg itt tesz utamról évén szó. Mindenféle módszerrel... hát ki kell... le kell tesztelni ezt a játékot, ha már tesztfutam. Így van. Nem halljuk tutut? De halljuk, én megnéztem streambe, hallható vagyok. Ez és elszállt valaki. Hoppott az egyik McLaren, Tozsi. És megint még egyszer. Na, tényleg hallható vagy, jó van. És egyébként na, itt közben... Bépetinek szerintem az a stratégiája, hogy a softtal megpróbál előre jönni, amíg működik, és utána felrak egy hardot. Ez többek Valószínű. Szerint működik, elvileg. Valószínű. Na, de jön a rajt. Így van. A negyedik záró tesztfutamnak a rajtja. 3, 4, 5. És elrajtol a belga futam. Kicsit, nem tudom, első nekem ilyen álmoskásnak tűnt a rajt. De Pisti simán eljön elsőnek, Ákos simán eljön másodiknak. Hát, bár... Itt viszont hárman akartak elfordulni, és az adminátort vágták keresztbe! Jaj, tömegbunyó! Hát ott nem lehet ott hárman Bépeti elfordulni. Adminátor A. Hát itt nem. És itt adminátor rajta is vesztett az ügyön. Talán ő az, aki, hát, de nem sérült, így csak van. Kapott némi nemű büntetést. És illetve Mafia az, aki sokat vesztett, Burgirnak nincsen szárnya, Burgir arra menekül, amerre éppen lát, ott... Új, Burgir! Jajajajajaj, az nem egy jó ötlet. Hát, ilyenkor... Nagyon bután jött vissza. Mafia, majdnem.
Vége lett neki. Hát ilyenkor azt nem szabad. Ilyenkor le kell húzódni és el kell engedni a mezőnyt, ez így nem. Ez nem volt az okos most Burgiertól. De Vince az, aki itt egerészi föl magát, mert ott van a 16. helyen. Jó. És szinte Bépeti is sérült. De nem okozott egyébként mert, Nem. De ettől függetlenül veszélyes volt, én azt hát gondolom. Hát igen, ettől függetlenül, igen. És szerintem amúgy rende is sérült. Hát lehet. A hátsó traktusban, meg Principó az, aki sokat vesztett. Ilyen burgírost elenged mindenkit. Balázs az, aki szint úgy veszti itt hátul a pozíciókat. Igen, Balázs is a pukótérből jön vissza. De Balázs szépen figyel mindenkire. És egyébként Adminát is ott van már 15. helyen, csak mondom. Egyébként na, igen. De nézzünk rá itt az elejére. Hiszen Pisti... Oh, Glory! Glory! Alatt úszott meg picit az autó. De megfogta ügyesen egyébként. Megfogta, igen. Pár pozíciót vesztett rajta, de se baj. Még nagyon-nagyon sok van ebből a futamból. És így van. Nagyon sokan jönnek onnan hátulról. Szerintem ott nózi csere, minden csere lesz. És egyébként Rokori negyedik. Igen, Rokori a negyedik aranyosan. Igen, az... Újt közbe! Teljes pályás sárga zászló, igen, nagyon aranyos, bár igazából nem értem, hogy mire. Szerintem VSC, mert nagyon belassítottak. De VSC, bizony VSC. Csak nekem itt ezt fönn nem jelzik. Nekem se, igen. Vagy ha nekem se, hát én hát ugyanazt igen, látom. Ugyanazt látod. Igen. Na, szóval realizáljuk itt, hogy mit történtek. Sok minden. Hát igen, sok röviden, minden. Röviden ezt össze lehet foglalni. Hosszan pedig szerintem itt azt fogjuk nézni, hogy Adminátor fogja itt áthámozni magát itt a mezőnyön. Mert már ott van a 14. helyen aranyosan. És Pénzmalikát fogja letolni a pályáról. És hamarosan jön majd ki a... virtuális safety car. Csajázik itt, na minden. Vajon ki lehet az, aki a legnagyobbat rajta vesztett most a rajtnál? Én ezen gondoltam. Mafia. Így van, akkor egyetértünk. Mafia. 9-ről rajta volt, most 16. És már túl volt egy kerékcserén, közben zöld zászló. És... Adminátor konkrétan ráugrott Pézolikára, és Pézolika nem is nagyon vitázik vele. Nem, Adminátor ezzel feljön a 13. helyre. Közben már az állítható hátsó szárnyat is lehet használni, és a harmadik szektorban sárga zászló. Zeti veszti a pozíciókat, Zeti ugyanott megforgott, ahol Glory korábban. Igen, ez egy és érdekes, nehéz kigyorsítani. 11. helyre, igen. Ezt én is tapasztalom, de tapasztaltam. Hátul rende és Bépeti cserélnek helyet. Azért hátul is ott jó a buli. Principó közben a boxban. Rende Burgi és Bépeti ott hátul. Na itt mi történik? Igen, rende keresztben. Egyszerű. És Rokori harmadik. Nem? Igen. Így megelőzte Neót. Az igen. Megelőzte Neót. Burgi ismételten a boxban. Na de akkor én oda jövök előre. Hiszen Rokori 10-akárhányadik helyről már ott van bizony a harmadik helyen. Az aranyos kis kupát érő pozíción. Így van. És Ákos most sajnos kicsúszott Pisti DRS-éből. Eddig tartotta ilyen 9-10 körül volt, de most úgy néz ki, hogy kiesett. És egyébként én azt vettem észre, most ezt nem tudom, hogy... Adminátor, bocsánat. Adminátor bent a falban. Itt Adminátor is itt eldobta. De amúgy egész szépen elkezdtem el a feljövetet. Még azt kezdtem el itt mondani, hogy itt Zeti mögött van egy kisebb vonat. Ez a Bépeti is eldobta valamerre. Szóval itt Zeti és Árcsaló környékén van egy kisebb vonat. Illetve hát ott van még a Rokori Neo pár viadal is, amire úgy érdemes lesz majd odafigyelni. Sőt, én amondó vagyok, hogy kapcsoljunk is rájuk. Hiszen most már használható a DRS,
És Neo szeken belül van. Így van. Aztán ott rende dobta el. És azért látszik, hogy a srácok azért figyelnek az Earth-re. Így van, Adminátor 5 másodperc. Mondjuk... Adminátor feladja az autóversenyt. Mondjuk ebbe a pályába az a jó, hogy ez tölti egyébként az Earth-et. Hm? Ezzel ellentétben Mexikóba például nem. Rende 10 másodperc, Vince mondani. Is közben eldobja. És... SC? Vagy csak VSC, mert amúgy megint nem ír semmit. Talán SC, vagy VSC, szerintem. Hát mondjuk ott elég csúnya beleállt a falba Vince. Az SC, SC. Hűha. Bejött a safety car. És rende is. Most a hárdosoknak egyébként ki kell jönni. Hárdosoknak ki kell jönni medre. Miért? Azért, mert mire fölér a mezőny, elmegy még egy jó 3-4 kört. Ha. Ezzel egy, ezen egy... kívül. Tehát most olyan 8-9. Körig még elmegyünk szerintem. Mire fölér mindenki, mert általában úgy szokott lenni, hogy ilyenkor még van, aki mezőny végéről kitalálja, úgyhogy megyünk egy 2 kört az SC mögött, hogy akkor ő még kimegy az boxba. Igen, ez boxba. Ismerős. És emiatt fogunk elmenni szerintem a 8-9. Körig, onnantól kezdve pedig van egy box kiállásnyi előny, és ez a nagyon nyert. Csak itt... Most hát hajunkat fogjuk tépni, hogyha itt 8. körig elmegyünk. Tehát így értem én, hogy Bépeti 1 perc 16-ra van. Azért mondom. De Pistiék nem jönnek. Rokoriék sem. Hát, nem, itt nem fognak jönni. Akkor nem. Tozsiék sem, Geri, Zeti, Arcello. Arcello elgondolkozhat, és Arcello jön is. Így van. És Balázs is jön, hát Gajana is jön. Hát a viszont egyértelmű a döntés. Pézolika is jön. Ugye a hárdosok, akik hárdon rajtoltak, nekik, igen, nekik azért elgondolkodható a kérdés, de aki meden rajtolt, annak hülyeség lenne kihagyni, hogy ne jöjjön ki hárdra. Nyilván Balázs fölrakta a medeket. Az se egy rossz döntés egyébként onnan hátulról. Arcello lágyakat rakott föl. Lágyakat. Gyönyörű. Lágyakat. Gajanai keményeket. Pézolika is lágyakat. Hát ez itt az... Az is egy jó elgondolás. Az ökör után... Mafia bosszún hárdokat. Igen, a lágyal ez a baj. De aztán lehet, hogy... Hát, ha most ő itt ezt valahogy túl akarja élni, nagyon valahogy, hát akkor neki nem szabad melegíteni a gumit. Tehát ő most ilyen 1%-ot se veszíthet igazából, vagy nagyon max 1%-ot nyírhat a gumiából az SC alatt. Tehát, végig gurul 30-al, tudod. Így van. Tulajdonképpen. Mert a principú is felrakja a keményeket. Mert ugye a ment, vagy a soft az ugye nagyon gyorsan felmelegszik. Hát ez ugye másfél kör körülbelül, és ez nagyon... És már ott is van egy 86-87 fokos tartományban. De itt Rokorinetére is panaszkodnak. Hogy nem túl jó. Hm? Tutu itt közben leadta az étlapot. Így van, de... kocká. Helyes. És vissza is nyomtad? Így van. Na jó van akkor. Figyelek én. Na. Hát jól van, hát itt most nem történnek túl izgalmas dolgok. Mire fölér mindenki. Hát igen, most ez... És megkezdjük a 6. kört lassan. Hát azért mondom, egy 8. elmegyünk 8-9. Nem hiszem. Hacsak. Nem gondolnám. Hacsak most még nem gondolja meg. Igen, szerintem Bépetiék fel fognak érni. Mert most már ott tart a sor, hát, hogy Mafiaig, tehát a 14, a Burgir. Burgir majdnem nyomott egy 360-at, safety car alatt, gyönyörű. Igen, na hát igen, a hideghár, az... Igen, az nem túl finom. Az nem finom, igen. Nem finom, nem jó. Én nekem is itt volt egyébként futamom.
ilyen nem még az éles, és sikerült a pole pozíciót megszerezni. Igen. És medeken elrajtoltam, mert én nem tudtam, és tulajdonképpen visszaestem egészen a 6.-7. helyről, úgyhogy egy warningom se volt, semmim nem volt, és csupán csak azzal, hogy médiumról rajtoltam. Aha, aha. Mert mindenki rajtam kívül a hardon rajtolt, hát én azt gondoltam, hogy hát ez most nagyjából ugyanaz, de egyébként nagyon nem, és ezen nagyon sok futam fog szerintem múlni, hogy ki milyen gumit válasz, mert én is hát mindenki átment rajtam utána. Én hardon voltam, nagyon sokan meden, akik az élmezőnyben voltak, és tényleg hát nem tudtam mit csinálni ellenük. Ja, közben itt Principó is, csak neki kell felérnie. Szóval én azt gondolom, hogy itt el fog ez indulni a 6. kör végén. Így van. Mit kuncogsz, kedves Tuti? Semmi, csak olvastam valamit, de mindegy, az most nem. Jaj. Olvasd az közvetítés alatt? Hát nézd meg. Hát még úgyis, még csak a safety car alatt vagyunk, nem történik semmi izgalmas. Ja, hát ez... De egyébként bejött volna a jósatom. Ha most valaki kijön a boxba, akkor elmegyünk egy 7. körig, 7-8, vagy 8-ig. De hát ezen fog megtörténni, mert safety car indíts lap. Úgyhogy... Így van, jön ki a safety car, és innentől kezdve... Pistin a világszemem. Így van. Hogy elindítsa... És ez a nehéz tamot. Egyébként itt, hogy ezeken... És nézd, hogy melegítik. Így van, és ezeken a nem üzemkész, mert ezek... Sajnos safety car hát, igen. Nem lehet fölmelegíteni. Egy nagyjából egy olyan 91-2 fok, ez az optimális. És odáig nem lehet fölmelegíteni safety car fázis alatt, és ilyenkor kell nagyon okos lenni, hogy tényleg szépen kigyorsítani, mert nagyon könnyen megúszik az autó. Így van. És Pisti el is indítja. Fes kötőjel a Bálint Elekest hallottuk. Így van. Személyesen. És Rokori nagyon jól kapta el az újraindítást, és már... Így van. Mászik rá Ákosra hátulról. Ezt meg kell próbálni. De Ákos érezte a belső ív. Viszont alá tud fordulni. Ezt most nem tudták megcsinálni. Hogyha szeretne, és... És Ákos 3 másodperc. Ajaj. És most itt szerintem Rokori rá fogja nyomni itt a... Így van. Paks 2-t. Hát ha valamikor meg kell támadni, akkor most én azt mondom. Akkor az most. Lóri is kap közben 3 másodpercet. És Lóri is átugrott Házsomboron. Hát bár most messze Lóri van. Is... Ez... Szép lassan... Egerészi föl magát, Neo az, aki egy picit megúszott. Ott mögöttük. Jaj, és le is szakadt teljesen Rokoriékról. De nagyon szépet fogott. Megkapta a játszótársként Rokorit. Zsombor! Keresztbe. Csak ő gyere! Ott valaki belement. A Pézolikát elkapta. Pézolikát elkapta. Jaj, Zsombor, hát hogy jössz vissza? És Bépeti is totálisanra tört. Zolika is. Itt Principóék meg úgy néz ki, túlélték. Igen. Jaj, Zsombor, hogy jössz vissza? Na, de térjünk vissza az elejében. Hiszen itt most itt hátul történik a püfölde. Elől pedig Rokoriék... Így van, és Rokori bent tudja tartani, úgy néz ki Ákost DRS-be. Hát az lenne az esélye most egyébként Rokorinak, most szerintem meg kéne nyomnia, mert amíg Ákos nincs bent Pisti DRS-ébe, addig most neki... Most már Rokori is kiesett. Ja igen, most már Rokori is kiesett, bizony. És Ákos beért. Ja, vagy nem? Nem. Hát nagyon, nem. Nagyon a körül táncol. Nem. Hát most mind a ketten határ körül vannak, igen. Igen. Burgil is kap 3 másodpercet. Ákos még egyet. Az ilyen extra strict. Igen. Lett így mára beállítva? Hát úgy van, mert ebbe én is belefutottam. Itt Belgiumban az nem tudom, de legalábbis mindenkitől úgy hallottam, hogy egy warningot ad a játék. Na és egy warning után, hogyha elhagyod újra a pályát, akkor multiple warningot kapsz, dupla warningot. Tehát tök mindegy, hogy hol, meg hogyan, de egy warning után rögtön adja a büntit és dupla warningot ad. Ezen a pályán. Aha. Ez mindenkinek így volt sajnos. Pont azon gondolkozok egyébként, hogy nekem, hogy én is belefutottam valahol, hogy ilyen Ausztrába azt hiszem. Igen. Valami Ausztrába is ott valami is hasonló. Ez.
A működik a rendszer, így van. És ott van egy kanyar az első szektor ó, előtt. Rokori, Rokori, Rokori! Bocsánat, Rokori közben eldobja. Szépen kivezeti a lukótérbe. Azt de milyen szép, 360-at nyomott. Ezt megnézném onboardból egyébként. Csak ide pont jön a csatába, Tozsi és Balázs. Azok, akik itt ölik egymást éppen a hatodik helyért. Tozsi az, aki itt céligáról lévész újra keveredett a hatodik helyre. Jaj, kőt. És itt kicsit itt vonatoztatja a népet. Na, tudtuk közben megkapta a vacsit. Közben Faló kérdezi azt, hogy a B és a C ligától mit vártok. Ez amúgy egy jó kérdés. Igen. Kevés estét. És közben Balázs támad. Amúgy nagyon aranyos vagy Tutu, de kérlek térjél vissza a közénk. Majd, jó. Na, szóval. Tehát értem én, hogy vacsora mindennél fontosabb, de... Táplálkozás. De nem most már itt vagyok, meg vagyok. És Tozsi háromszek. Balázs pedig megelőzi Tozsit, így van. DRS-sel átugrotta. És a következő állomás az pont Rokori lesz. Bizony. És nagyon komolyan tolja le a pályára a szegény Tozsit. Na ez például itt egy jó előzési pont, itt meg lehet csinálni belső ívről egyébként. Nem. Rokori kivár egyelőre nagyon okosan. Hát így van egyébként. Csak hogyha ilyen utolsó körök vannak ott, az egy nagyon jó előzési pont. Van, és hát Árcsaló is már nézelődik mögöttük a lágykeveréken aranyosan, 9. helyen. Igen. Hát igen, Árcsalónak még mindenféleképpen jönnie kell majd egyszer. Ne, ő itt nem fog itt elmenni még. 13 költ Rokori a falba! Jaj! Csak pont egy pillanatra lenéztem, és így azt látom, hogy Rokori a fűből jön vissza, Árcsaló eldobja! És Rokorit viszi magával! És szerintem amúgy ez is szép sikár lesz. Ez SC lesz, úristen. Hát, erről most speciál... Igen, túléltem. De erről speciál egyikőjük sem tehetett. Így van. Árcsaló megcsúszott, és pont rosszkor volt rossz helyen Rokori. Így van. Geri közben a boxban. Hát ezért kár, sajnos. Igen, Árcsalónak lett volna azért esélye most följönni, és ha jön egy SC a vége fele, akkor ő nagyon nyert volna. Azzal, hogy ha fel tud jönni a softtal. Közben Balázs támadja Zetit. Balázs megelőzi Zetit, így van. Feljön ez az ötödik helyre Balázs. És Glory is ott van lőtávolon belül Neóhoz képest. Ó, na az szerintem egy jó, az egy nagyon jó csata lesz itt. Így van. És ez a dobogó alsó fokáért megy már. Bizony. Amit Rokori is megjárt egyébként. Hát és Neónak annak mennyi jársza lehet? Vajon? Látom, ugyanannyi nálnak mind a ketten. Hát mondjuk valamilyen szempontból, ha ugyanannyi, akkor Glorynál van az előny. Azért. Így van. Mert ugye ő... Glory is nyomja majd a DRS-t. Bizony. Szerintem ez DRS-sel meg is lesz Glorynak. Totál ugyanúgy állnak mindketten RS-ből. És a futam felénél tartunk. Jelen pillanatban Pisti simán vezet, Ákos a második. Aztán Neo, Glory, Balázs, Zeti, Tozsi, Gajanai, Mafia Bosson és Principo az első 10. De lesz itt még szerintem dráma. Nekem van az a megérzésem. És Glory messze van.
Ebből szerintem nem lesz támadó pozíció. Tutut pedig elvesztettük. Igen. Igen. Hát most itt eltűnt a kis hangod. Aha. Jöhet? B-Peti, B-Peti! És ez viszont... virtuális safety car. A B-Peti fönn az Órusban eldobta, ha jól láttam. És a futam felénél egy újabb safety car periódus te... lesz, ami így egyelőre... Nem, VSC, VSC. VSC bizony. És lehet, hogy ez lesz itt a kulcs, de nem. Nem jönnek továbbra sem a keményesek. Se Pisti, se Ákos, se Neo, se Glóri. Én kilépek a partiból és hív vissza Sancho. És akkor bye. Megjavul. Ó, Balázs! Mármint, hogy... Geri kapott egy drive-thru-t közben. Tudod, hogy ilyenekkel kell foglalkoznom. Zeti közben a box utcában. És friss, közepes keverékeken folytatja az autóversenyt. Hello. Na, és be is nyomtad? Na, akkor most Léci vacsi nélkül ezt a 10 kört még bírt ki. Köszi. Pedig visszakapcsolok Glóriékhoz, hiszen állandósul egyelőre ez a 6-7 tizedes különbség. Nincs hang a streambe, tutu. Hát én hallak, de kifele nem hallatszott. Tehát így nagyon aranyos vagy tényleg, hogy itt vacsorázol futam közben, de ennek pont ez a hátránya, előbb vagy utóbb a négyzet is megdöglik. Hát... Közben Glóri támad. Így van. És Glóri megelőzi Neót, megelőzi, nem előzi... Nem megelőzi, és Neo megforog! Wow. Korán lépett a gázra. Na, most hallatszódsz. Na, most ne csináljál semmit. Légy szíves. Igen, igen. Jó. Jó, úgyhogy most add át magad itt az autóversenynek. Autóversenynek? Én mindig átadom magam. Az autóversenynek, így van. Hát... Jó, hele. Tutu, ne idegesíts. Kérlek. Gájánál közben, Balázsral szemben. Hatodik helyért. És egyelőre ez az egyetlen egy csata,
ami ugye másodpercen belül van, viszont a keményesek szépen lassan jönnek ki a boxba. Például Ákossal az élen. Igen, Tutu, mondjad. Tutu nem mondja. Na szép. Szóval egyébként itt a zelévágás az nem működik. Csak hogy így elrontsam az izgalmakat. Mert itt ilyen körülbelül 3 másodperccel fog bejönni Pisti Ákos elé. És pont annyi ide, be fog érni Ákos DRS-be, de viszont pont annyi ideje lesz Pistinek, hogy felmelegítse a gumikat, úgyhogy... És közben Leo hibázik. Teszi be Ákosnak! Uha! No, majdnem elszálltak mind a ketten. Elég messziről dobta be Neo. Glory kap közben még egy 3 másodpercet. És tolja le Neo egyelőre az üzemeleg keményeken Ákost. Neo! Nagyon-nagyon kell gépészkednie Neónak ezt az asztont. Nagyon-nagyon instabil alatta, és már Ákos nyúlik el. Hát igazából így van. Az az egy támadási pont, az ilyen minden vagy semmi. Így van. Volt Neónak. Hát... Innentől igen. Már egész üzemmeleg a gumi, ahol most jár Ákos. Így van. És innentől nyomja is neki Ákos. És Pistiek is jönnek. Na és nézzük. És... Mennyivel fog Dóri is jön. Így van. Egy 3 másodperc. Burgir újabb 3 másodperc. Igen, Pisti is megkapja a friss medeket. Így van, gyors kerékcsere. Így van. Hát... Neo is jön. Tozsi viszont nem jön! És be fognak ragadni Tozsi mögé. Legalábbis Ákos biztosan. És Pisti kijön Tozsiék elé. Így van, ezt így mondtam, Pisti visszatér az érre. Így van, és... Ákos pedig... Így van, 3,6-ra van Ákos, nézd meg. Ja, már nem. Így van. De azért hát mondom, így van. Kettő. Hát, ja. 2,5. De most itt szerintem... Átletolja Tozsit a pályáról. Ez Tozsi most azért jól jön neki, vele. Viszont jó kis DRS. Igen. DRS, szélárnyék, LRS, minden is. És... Újabb VSC. Egyébként örülnék, ezt hogyha kírná a játék, hogy miért. VSC vagy sima. Igen, SC. Ezt úgy én is támogatnám. Így van, igen. Pézolik a DSQ. Hoppá! Akkor valószínűleg Pézolika miatt van a virtuális safety car. Pézolikát kizárta a játék. Aranyos módon. Igen, azért ez a játék messze van a tökéletességtől. Mint ahogyan igazából az elmúlt 3 játékra vonatkozik, közben Glory itt a friss gumikon megérkezett Mafia bosszum mögé, és szerintem ez egy könnyed átugró hadművelet lesz. Igen, nem, itt nem. Nem, ez itt szerintem a célegyenesben lesz lerendezve, és Zeti! Zeti jött meg a semmiből, de Tozsi is közben kihozták a boxba, és Zeti majdnem beugrott oda Glórinak a busz megállóba. Az szép nagyon volt. Szép rövidet fékezett egyébként. Ez a faluire kukabúvár játék. Hát, igen. Igen. És itt Gajanáj mögött, Gajanáj vonatoztatja itt amúgy a társaságot. Megy a sihuhu. És megy is a... Töri is a szélárnyékot bizony! És kívül, belül, alul, fölül... Hát most itt szegény Gajanájt itt most megalázták DRS-sel. Hát igen. Igen, mert ugye törte a szélárnyékot és Mafia bevágott belső ívre. És egyébként ez a jó,
hogy ott közben Zeti és Gaiana is ott egymás mellett fordul el, de nem nagyon vitázik velük Gaiana, tudja nagyon jó, semmi értelme nincsen csatázni velük. Szóval egyébként ez a jó ebben a szériában, és ettől... Ó, Zeti! Forog meg közben! És ezért ugyanott is várom. Ugyanott a és ugyanúgy egyébként. Igen, igen, igen. Meg ugyanott a Ladminator korában. Szóval, hát ezért is várom ezt a szezont, annak ellenére, hogy a játék az, hát, nem jó. Hogy ezekkel az autókkal tényleg lehet csatázni. Igen. Szóval olyan szituációkban is be lehet menni, ahonnan szerintem korábban nem nagyon jutottuk volna ki élve. Közben nem is jutott eszünkbe. Igen. Igen. Glory is itt közben átugrott a maffiáékat. És mivel, hogy Balázs szerintem még jönni fog, így hopp, közben Neo és Burgir! Na itt mi történt? Na ez hogy sikerült? Ez viszont szerintem safety car. Bizony, safety car. 6 körrel a vége előtt bejön a biztonsági autó másodjára. És a temető ott szépen lassan kezd alakulni. És Arcello 25-öt gyér a box utcába. Nagyjából. És ez viszont maffiáéknak, meg Balázsnak is nagyon-nagyon-nagyon jól jött. Hiszen... ők úgymond ingyen ki tudják cserélni. Belementem. Ó! Aha. Aha, Neo eldobta, valószínű. És akkor Burgir belement. Na és vajon az eleje hogy fog így erre reagálni? Nem lehet a ghostingot berakni, a ligába se lesz ghosting, kedves Burgir. És Pistiék is jönnek. És Balázs is jön. Aranyos lesz ez a sprint után. Ez gyönyörű lesz ez az utolsó néhány kör. Ez nagyon jó lesz. Remélem a kis vacsidat is közben elfogyasztottad. Így van. Elképesztő vagy. Na úgyhogy remélhetőleg itt ezt a néhány utolsó kört most már itt ketten fogjuk végigvisítani. volt olyan is. És mindenki a box utcában. Mindenki a box utcában, Tozsi nem jött! Tozsi nem. Tozsi megint ott van amúgy a negyedik helyen, csak úgy halkan megjegyzem. Hát, ott Glory az meg fogja enni, de viszont ott van mögötte a Mafia, aki egy darabig úgymond egy fal neki egyébként. Mafia se jött ki. Azért mondom, az Tozsinak egy fal egyébként a Mafia. De várjál, Mafia is kijött. Mert ott volt Glory mögött. Akkor ott ez ott most mi? Glory mögött. Hát, gondolom akkor fölrakták neki a háromkörös medeket. Aranyosan. De házsombor is. Az nem baj. Igen, házsombor szoftokat kap. Ez lehet. Arcello itt már jön a üzemmeleg lágyakon. Ez lehet a izének a szerencséje egyébként. Na, itt Geri vagy Arcello, Geri vagy Arcello, Geri. Így van. Geri előrébb volt. Ez lehet Tozsi szerencséje az ötödik helyhez egyébként. Hogy Mafia ott van neki, mint egy fal. Várjál, szétpattog a hang. Várjál, jó. Jó. Aranyosan. Hát most lehet tulajdonképpen egyébként. Na most milyen?
Ó, let's go, rosszabb, mint volt. Egy kicsit tovább tartottam meg a dolgokat. Ez még ugyanúgy rossz. Enyém is. Na nézzük. De nem, egyébként az én hangom az jó. Akkor csak a tiéd ilyen? Ja nem, hát az enyém is recseg jól van. Ez milyen recseg? Hát a recseg. Harmadjára dugtam újra a kontrollert. Jó, akkor gyors újraindítom a streamet. Fél perc és visszatérünk.